Már csak pár pillanat is kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Hollik István, a Fideszes KDNP politikai szövetség szóvivője. Szép jó reggelt kívánok, köszönöm, hogy korán reggel fölkelt. Dugók voltak. Én nem tapasztaltam. Akkor kés a vajba. Üdvözlöm a kedves nézőket, Brajer Péter vagyok, és akkor nézzünk, hol tartunk a világ teremtésének 5779. esztendejében vagyunk, és annak is Kiszlév havának 8. napján. Ma péntek este, ránk köszönt a szombat bejövetelenek ideje 15 óra 48 perc, a szombat kimegy, valamikor szombaton a kora délutáni órákban, 4 óra 56 perckor világszerte a zsinagógákban a Vájcé heti szakaszt, azaz Parasát a Sovuát olvassák fel, és akkor nézzük, hogy mi történik a Gergely naptár szerint. 2018. november 16-án, és ha minden igaz, akkor péntek. Üdvözlünk minden ödön utónevű nézőnket, és mindenkit, akinek ma van a születésnapja, házassági évfordulója, vagy éppen most tervez családot alapítani, hisz a családok éve van. Az euró középárfolyama 3,2205, míg a Brexit elő Angliának a valutája az 3,63 fillér. Az időjárási jelentésre, aki lemaradt, szeszélyes, 2 és 11 fok között várható a mai időjárás. Öltözenek rétegesen, figyelnek oda a folyadékháztartásokra, és akkor kezdjük a beszélgetést a szóvivő úrral. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt még egyszer! Tegnap egy Afrika szakértő volt stúdiónk vendége, és arról beszéltünk, hogy a harmadik világba több millióan készülnek útra kelni. Nem azért, mert politikai nézeteik vannak nekik, hanem azért, mert nagyon alacsony a GDP-jük, és mind a legendákban a legkisebb gyerek az elmegy és szerencsét próbál. Azt kérdeztem a szakértőtől, hogy miért nem lenne sokkal egyszerűbb, mint ahogy azt általam sokszor idézett két miniszterelnök, Orbán Viktor és Benjamin Netanyahu, meg a V4-ek is mondták, egyre többen csatlakoznak is hozzájuk, lehetőséget adni nekik a munkateremtésre ott a hazájukba, hogy ne kelljen útközben meghalljanak, és ne hozzanak egyéb problémákat az öreg kontinensre, Európára. A kérdés jogos, meg szerintem az ön által említett megoldás is sokkal inkább közelebb van a valósághoz, mint az a folyamat, amit folyamatosan láthatunk itt az Európai Unióban is, hogy megpróbálják legálissá tenni a migrációt, és nem helyben próbálják orvosolni a problémát, hanem azt mondják, hogy jöjjenek be ezek a migránsok Európában, ez jó lesz Európának is. Ugye az ön által említett becslés az eléggé visszafogott, hiszen az ENSZ menekültügyi főbiztossága szerint csak ebbe a szubszaharai térségben 63 millió ember van, akinek csak egy nagyon kis lökés kell, egy kis szikra kell, és elindul. Mondhatnánk, hogy túlnépesedés van. Európa irányába. Így van. Ugye nagyon sok... Statisztikát néztem, elnézést, hogy megszakítom, az átlag életkor a maximum az a 26-27. Tehát nem is élnek sokáig. Tehát akkor ott valami nincsen rendben. Igen. Tehát ugye azt tudjuk, hogy a probléma ott sokrétű. Tehát van egy klímakihívás, van egy gazdasági kihívás, van egy demográfiai, ellentétben Európával ott ugye túl népesedés van, és hát van politikai instabilitás, és valahol ugye ennek a eléggé furcsa egyvelege. Tehát az biztos, hogy ezekből ebből a látleletből arra következtethetünk, hogy a migráció az nem ért véget a 2015-ös migrációs hullámmal, hanem az akár évtizedekig is velünk lehet, mint állandó probléma. Éppen ezért kulcsfontosságú, hogy az első momentumban, az első pillanatban, aminek a perceit most éljük, hogyan reagálunk erre.
hogy úgy tekintünk-e a migrációra, mint alapvetően egy jó dolog. Szeretnénk abba az irányba elindulni, amerre az ENSZ migrációs paktuma, ugye most egyre többen lépnek ki, először ugye csak Amerika, Magyarország, most már bejelentette Csehország is, hogy Amerika után kilép. Az első volt Izrael, a harmadik volt Magyarország, ugye most Ausztria is, Bulgária. Ausztria és Bulgária is, tehát egyre többen lépnek ki, de az a problémája ezeknek az országoknak ezzel a migrációs paktummal, hogy alapvető jogként akarja bevezetni a migrációt, magyarul az az alapelve, hogy mindenki ott éljen, ahol ő szeretne. Ez olyan problémákat generálna a közeljövőben, középtávú szinten is, amely nem megoldható. Ráadásul az embernek van egy szülőföldje, mi azt gondoljuk, hogy nem a migrációnak kell alapjognak lenni, hanem a szülőföldhöz való jognak kell alapjognak lenni, és ezért meg kell tenni mindent annak érdekében, hogy ezek az emberek, akik elindultak, az otthonukat építsék fel, ahelyett, hogy Európába jönnek. De az önök pártcsaládja az Európai Néppárthoz tartozik. Ez az egyik legnagyobb pártcsalád az Európai Unióban. Mondjuk azt, hogy az egyik legnagyobb. Még nem tudjuk, hogy mit hoznak a jövő évi választások. Mit tesz ez a pártcsalád azért, hogy ezek a migránsok ne induljanak el? Hisz önök 20x-en ott vannak ebben a pártban, hangadók tudnak lenni. Ebben a pártban vannak olyanok is, akik valamikor gyarmatosítottak, gyarmataik voltak. Ha jól emlékszem, akkor nekünk semmiféle gyarmatunk nem volt. Talán még az Osztrák-Magyar Monarchiának volt valami, de abból nekünk sok nem maradt. Mit tesz ez a néppárt, a mai néppárt azért, hogy ezek az emberek boldogságba élhessenek ott, ne halljanak meg útközbe, és ne kelljen embertelen körülmények között tengereken útközben meghalni, csecsemőkkel, terhes anyákkal, és ne kelljen vándoroljanak, illetve reménykedjenek, mint a 20-as években, amikor elmentek az emberek Szerintem Amerikába. Szerintem több feladat is van. Egyrészt, ugye azt mindenki láthatja, hogy most egész Európában a bevándorlás kérdésében van egy nagyon élénk vita, ami ráadásul nem választható szét attól a szintén nagyon fontos vitától, ami Európa jövőjével kapcsolatos. És azt gondolom, hogy az Európai Néppártnak először is a saját maga álláspontját kéne tisztázni ebben a kérdésben. Hiszen mire várnak? Szerintem nem várunk, ez a vita zajlik. Tehát például ugye a nemrég megrendezett Európai Néppárti Helsinki kongresszuson. Ami nem is ott volt. Igen, éppen erről szólt. Ott volt egy konzervatívabb a néppárt kereszténydemokrata szárnyához tartozó jelölt, Manfred Weber, aki mindenek előtt a hangsúlyt Európa biztonságára és újbóli megerősítésére tette, és ott volt egy másik alapvetően liberális jelölt, aki egyébként a bevándorláspárti javaslatokat rendre támogatná. Tehát először az Európai Néppártnak azt kell tisztázni, hogy ő mit akar. Ebben a tekintetben mi elkötelezettek vagyunk magyarok abban, hogy a néppártot egy bevándorlás ellenes álláspontra állítsuk rá, és megszerezzük ehhez a többséget, és meggyőzzük a néppárti barátainkat arról, hogy egyedül ez lehet a jó út, már ha azt szeretnénk, hogy Európa és Európa, az Európai Unió tagállamai újra sikeresek legyenek. Ezt kell megvívni az Európai Néppárton belül, és hogyha ez megvan, ezen túl vagyunk, akkor Európa jövőjével kapcsolatban ezt az álláspontot érvényesíteni kell. És ugye ebben lesz döntő a jövő évi május 26-ai európai parlamenti választás, hiszen ott akkor nem csupán pártok fognak vitatkozni egymással, azt megelőző időszakban igen, hanem akkor végre az európai emberek mondhatnak véleményt arról, hogy ők milyen Európát szeretnének, mélyebb integrációt, Európai Egyesült Államokat, multikulturalizmust, vagy éppen nemzetek Európáját, egy biztonságos Európát és egy olyan Európát, amely újra büszke és sikeres tud lenni önmagára. Hát szerintem, ha engem kérdez, akkor az átlag ember az egy nemzetállami Európát akar schengeni határokkal szabadon közlekedve egy jogosítvánnyal vagy egy személyigazolvánnyal, annélkül, hogy bárhol is föltartóztatnák. De itt van előttünk egy példa. Az Amerikai Egyesült Államok elnöke azt mondta, hogy
vízum nélkül senki nem mehet be Amerikába, és lám, látjuk azt, hogy megállították, ugyan vannak ott mindenféle határőrök és felfegyverzett emberek, és egyetlen ember nem megy át ezeken a kerítéseken. Ugyan fölmásznak rá pankrációval, de eszük ágába sincs behatolni. Mi a különbség? Lehet, hogy az európaiak gyengébbek, mint az amerikaiak? Én azt gondolom, hogy amiről korábban beszéltük, a szemlélet, tehát Amerika pontosan tudja, ahogy egyébként Izrael is, pontosan tudja, hogy mennyire fontos a biztonság. Ha nincs biztonság, akkor nincs semmi. Na de egy nemzetállamnak kutya kötelessége megvédeni a polgárait, és eldönteni, hogy ki jöhet, vagy ki nem jöhet be. Alapvető szuverenitási kérdés az, hogy ha egy államnak, hát addig állam az állam, addig vannak határai, hogy azokat a határokat akkor meg tudja védeni. Ha mi nem tudja megvédeni, megértettem. Akkor... Mi a különbség Japán és Németország között? Japánban demográfiai down van. Tegnap mondtam az egyik parlamenti képviselő asszonynak, hogy Japánban az óvodákat, bölcsödéket és az iskolákat múzeumként használják, hogy így nézett ki, hisz nincs népesedés. Nekik miért nem jut eszükbe azt mondani, hogy willkommen, és mindenki jöjjön, aki akar. Ez egy japán társadalom, az egy sokkal zártabb társadalom nyilvánvalóan, de én azt gondolom, hogy az az ő problémájuk, a mi problémánk az az, hogy ahogy arra ön is utalt, Európának biztonságra van szüksége, és ma már mindenki számára, én emlékszem 2-3 évvel ezelőtt, miket mondtak ránk, amikor mi azt mondtuk, hogy a biztonság csökkenése, megszűnése, a terrorizmus megjelenése és a migráció között egyenes összefüggés van. Kaptunk mi mindent a fejünkre, hogy ilyet nem mondhatunk, embertelenek vagyunk, de ez a mindennapi tapasztalata ma egy nyugat-európai embernek. Tehát ezt kimondani, az ma már teljesen nyilvánvaló. Van egy percünk hátra, értem azt, hogy nem akarunk európai hadsereget, és azt is értem, hogy fölemeltük a... Európai hadsereget Magyarország szeretne. Mi az európai hadsereg mellett vagyunk. Csak hogy nem ők védjék meg a határainkat. A határait az Európa saját magának védje meg, de a tagállamoktól ezt a jogot nem lehet elvenni. Nagyon jó. Úgy döntött a Honvédelmi Minisztérium, hogy a hatköteles kort probléma esetén, tehát hogyha olyan helyzet áll elő, hogy a hazát meg kell védeni, 50 évre emelték föl. Ennyire bajban vagyunk, vagy csak biztos, ami biztos, jogilag előkészítünk minden lehetőséget? Én azt gondolom, hogy az utóbbiról van szó. Kedves nézőim, az elmúlt szűk negyed órában a Fidesz-KDNP szóvivőjét, Hollik Istvánt látták. Kellemes hétvégét önnek. Viszont kívánok. Jó lelki gyakorlatokat ne felejts el. Írva vagyon, hogy prúverú, sokasodjunk és szaporodjunk, és töltsük meg a világot. Ez a család évnek a jelzője is. És akkor előzetesek, és már is jövünk vissza.